Aki még nem ismerne, Takács Petra vagyok, kozmetikus, profi sminkes youtuber, most már talán ezt is mondhatom, és ez az első olyan videóm a csatornámon, ami tulajdonképpen nem tartalmaz kifejezetten információt, csak egyszerűen, mármint tudományos információt, hanem egyszerűen csak egy kicsit magamról szeretnék beszélni. Ha ez valami olyasmi, ami téged nem érdekel, vagy kifejezetten csak a professzionális tartalmak érdekelnek, szakmai tartalmak, akkor valószínűleg ez nem a te videód lesz, de ha egy kicsit jobban érdeklődsz irántam, mint személy iránt, hogy ki ül itt a videókamera előtt, és magyaráz nektek hétről hétre, akkor nézd végig ezt a videót. Szóval nagyon sokat küzdök magamban azzal, hogy mennyire maradjak csak és kizárólag szakmai, mind itt a YouTube-on, mind az Instán, mind bármilyen más felületemen, és mennyit osszak meg saját magamból, mint emberből. Amikor én ezt az egészet elkezdtem, akkor Isten igazából én inkább szakmai csatornát szerettem volna minden felületen, most mindig ezt a csatorna megy így a számra, úgyhogy bocsi, de ez minden más social media felületemre is igaz szerintem, és kevésbé egy ilyen személyes jellegű valamit, viszont azt veszem észre minden egyes posztommal, főleg Instán, meg amúgy Facebookon is, hogy mindig, amikor valami személyesebb jellegű dolgot osztok meg, és ez lehet csak egy, nem tudom, egy kép, ahol mondjuk nem csak nyakig láttok, vagy bármi, vagy képet a macskámmal, vagy tök mindegy, annak mindig olyan nagy az érdeklődése, sok lájkot kap, sok kommentet kap, szerettek ezekre reagálni, és itt YouTube-on még egyáltalán nem volt ilyesmi fajta videó. Úgyhogy all in all úgy döntöttem, hogy végül is nem baj, hogyha tudtok rólam egy-két dolgot, aztán, hogyha kíváncsiak vagytok még, akkor kommentbe kérdezzetek, és akkor csinálok még videót magamról, vagy bármiféle témáról, ami titeket velem kapcsolatban érdekel. Ez meg, ez a karkötőm, az meg a légfrissítő, ami 45-ször fúj be egy videóba, és mindig elfelejtem kikapcsolni. Legtöbbször én azért küzdöm ezzel a dologgal, mert nem igazán tartom magam egy ilyen kifejezetten celeb alkatnak, szóval, hogy én nem szeretem mutogatni magamat, de ugyanakkor meg mégis vágyom arra, hogy valamilyen szinten személyesebb kapcsolatom legyen így a követőimmel, szóval ez nehéz e között lavírozni, minden esetre biztos, hogy ez nem lesz egy olyan csatorna, ahol ilyen napi vlogokat fogtok látni arról, hogy mit eszek, meg mit iszok, de úgy gondolom, hogy talán egy kis személyesség belefér, de nyilván majd meglátjuk, hogy milyen visszajelzést adtok erre a videóra. Egy-két alapadat. 29,5 éves vagyok, úgyhogy jövőre leszek 30. Egyáltalán nem tartozom a fiatal korosztály közé, mármint úgy értve, hogy itt YouTube-on, mert azért lássuk be, hogy nagyon, tehát a legtöbb, aki videózik, az 10 éves. De én kifejezetten örülök annak, hogy egyébként a követő táborom is a 25 plusz kategóriát, hát hogyan mondjam, tölti ki, vagy hát ti vagytok a legnagyobb százalékban a követőim között. Végzettségem tekintetében, na hát ez egy, igen, ez egy hosszú mese, szóval én egyébként közgazdász vagyok, elvégeztem az alapszakot, és elvégeztem a mesterszakot is, mint közgazdász. 3,5 évig dolgoztam projektmenedzserként egy informatikai cégnél, és utána tettem egy ilyen 180 fokos fordulatot, és indultam el e felé az egész beauty dolog felé, ez meg azért történt így, mert én nagyon sokáig, 10 évig, majdnem 10 évig versenyszerűen táncoltam latin-amerikai és standard táncokat, és már ott is nagyon-nagyon érdekelt, meg szerettem a sminkelést. Táncosnők között ez az egész smink sztori, ez nagyjából úgy szokott lecsapódni, hogy vagy megutáljuk egy életre, nagyon sok ilyet is hallottam, vagy megszereted egy életre, mert vagy úgy éled meg, hogy ez egy ilyen kötelezettség, amit csinálni kell, vagy úgy éled meg, hogy ez egy tök jó kreatív dolog. Na most én az utóbbi kategóriába tartoztam. Amikor aztán választanom kellett, hogy hova tovább, és hogy hova megyek tovább egyetemre, akkor én a táncművészetire akartam menni, de családi nyomásra nem mehettem oda. Mert hogy rendes szakma kell,
Úgyhogy ezért lettem közgazdász, mert akkor úgy voltam vele, hogy hát végül is megy a matek, megy az angol, akkor most miért ne? És egyébként kifejezetten utáltam a kémiát és a biológiát, amivel pedig most foglalkozom, és amiről pedig egyébként most beszélek nektek nagyon-nagyon sokat. Viszont ugye ez az egész kreativitás dolog, ez így megmaradt bennem. És éppen ezért, amikor már több éve dolgoztam egy multinál, és egyszerűen így folytogatott ez az egész környezet, és utáltam gép előtt ülni, és utáltam Excel táblát dolgozni, és utáltam egész nap telefonálni, akkor így egész egyszerűen egy idő után elindult bennem a kis hangja, hogy hát valamit kéne ezzel kezdeni, és akkor így egyébként emellett, tehát a sminkelést a 8 órás munkám mellett kezdtem el, eleinte csak így hobbi szinten, otthon, kialakítottam magamnak egy ilyen kis sarkot, és akkor oda jöttek a vendégek, nyilván először csak ismerősök, aztán ez így szépen-szépen kezdte kinőni magát, akkor elmentem egy szalomba, ahol még hárman voltunk együtt egy szalomba, aztán utána mentem olyan helyre, ahol már csak ketten voltunk, és akkor így lettem végül is egyedül egy idő után, és álltam ténylegesen a saját lábamra. Ezt szintén eleinte annyira nem támogatta a család, de csak azért szerintem, mert nagyon féltettek a mi családunkban, az én közvetlen környezetemben, tehát kis családomban, ez az egész vállalkozósdi, ez nem divat, szóval, hogy én vagyok az első vállalkozó a családba, és szerintem ettől megijedtek, hogy úristen, én felmondok a munkahelyemen, és ott hagyom a biztosat. Most már persze nyilván anyukám meg apukám a legnagyobb támogatóm, de hát anyukámat lehet is látni, 40-szer újra posztolja a dolgaimat körülbelül mindig, de hát nyilván amikor ez elkezdődött, akkor ez nem volt mindig így, viszont ugye közben megismerkedtem a férjemmel, és ő is vállalkozó, és ő nagyon sokat noszogatott, meg támogatott ebbe, hogy én is lépjek így a saját kis utamra, és így lettem végül egyébként főállású vállalkozó. És ezt a kérdést egyébként rengetegszer felteszik, hogy hogy jött neked ez az egész, úgyhogy most ezzel ezt meg is válaszoltam. A másik kérdés, amit ugye sokszor feltesznek, az, hogy te tényleg férnél vagy, és igen, tényleg férnél vagyok, már másfél éve. Láthattatok tőlünk közös videókat, ezeknek is egyébként mindig nagy sikere volt, de úgy alapvetően ez is egy olyan dolog az életemben, amit nem feltétlenül szívesen rakok ki állandóan mindenki orra elé, mert nem hiszem, hogy mindenkit érdekel. De mindegy, hát hogyha szeretnétek több ilyen közös videót tőlünk, akkor ezt is elmondhatjátok. Ezen kívül van két macskám, akikkel állandóan posztolok, mert iszonyat cukik. Imádom a cicákat, az összes cicát megmenteném, befogadnám, cica farmot hoznék létre, úgyhogy ha egyszer nagyon híres youtuber leszek, és rengeteg pénzem lesz, ha ez valaha meg fog történni, akkor macska farmom lesz. Egyébként pedig Pécsen élek, és Pécsen is dolgozom, Pécsen is forgatok, nagyjából mindig is pécsi voltam, kivéve egy időszakot, amikor kicsit több mint fél évet, olyan 8-9-10, nem emlékszem már, hónapot éltem Budapesten, de ezen kívül itt születtem, itt nőttem föl, mi úgy mondjuk, hogy tüke pécsi vagyok, azaz született pécsi. Itt vannak a nagyszüleim, a szüleim, mindenki, és hát nem is igazán tervezek innen elköltözni. Végül is jó itt nekem, mindenem megvan, ami kell. Talán még egyetlen egy dologról beszélnék egy kicsit, aztán tényleg abba hagyom ezt a videót, mert egyébként brutál fura, hogy csak így magamról beszélek a kamerába. Szóval, hogy így mi is nekem a vízióm, vagy mit is akarok csinálni ezen az egész csatornán. Mindig vannak ilyen mérföldkövek szerintem, amikor az ember nyer annyi népszerűséget, vagy követőt, vagy nem tudom, hogy így megindul a szar felé, és már nem csak meleget kap, hanem hideget is, és egy-egy ilyen videómmal kapcsolatban, vagy egy-egy ilyen posztommal kapcsolatban, azért megtalál ez is bőségesen, nem feltétlenül mindig veszem ezt a lelkemre, sőt általában nem veszem ezt a lelkemre, de ettől függetlenül fontos beszélni arról, hogy mi is az én vízióm, és szerintem ezzel meg is magyarázom azt, hogy miért nem vagyok hajlandó felvenni ezeket a negatív dolgokat. Szóval, én itt a YouTube-on szeretnék mindig is praktikus és jó dolgokról
beszélni. Ami működik, mind a sminkelés, mind a bőrápolás, mind mindennel kapcsolatban, amiről majd még beszélni fogok. Nem tudom, hogy hova fog kifutni ez az egész sztori, de minden esetben próbálok, és akarok, és hiteles is fogok maradni. És ezt a hiteles szót, ezt most azért mondom így, mert pont a foreós videó kapcsán feljött egy ilyen komment, hogy eddig jó volt a csatorna, de most meg már te is azt tolod, amit mindenki tol a szánkba. Na most én nem tolok senkinek semmit a szájába, hanem egészen egyszerűen én itt olyan dolgokról szeretnék, és beszélek is, amik működnek. Ez teljesen mindegy, hogy adott esetben olcsó, vagy drága, hogy mainstream, vagy nem mainstream, hogy nem tudom, könnyű vagy nem könnyű, egyszerű vagy nem egyszerű, teljesen mindegy, lényeg, hogy működik. A foreó is például egy ilyen dolog, ami tudom, hogy nem olcsó, viszont működik. Vannak olyan dolgok, amik olcsók és működnek, vannak olyan dolgok, amik drágák és működnek, és vannak olyan dolgok, amik drágák és nem működnek, és ezekről nem fogok itt beszélni soha, illetve hát maximum olyan kontextusban, hogy ezt ne csináld. Egy csomó olyan, egyébként erről is lesz majd videó, az is terveim között van, mert volt róla már kérdés, hogy egy csomó olyan kozmetikai eljárás van, amik egyébként nem olcsóak. Van, amit csak kozmetológus végezhet, ami ugye orvosi végzettséggel rendelkező kozmetikus, van, amit kozmetikus is végezhet, na lényeg a lényeg, hogy azok sem tartoznak az olcsó kategóriába, viszont működnek. Szóval nálam mindig is az lesz a fontos, és ez az egyetlen egy olyan vízió, amihez ténylegesen mindig ragaszkodni fogok és tartani fogom magamat hozzá, hogy olyan dolgokról beszéljek, ami nektek segíthet, ami nektek működik, és majd szépen mindenki a saját pénztárcájához, kedvéhez, idejéhez és mindenéhez fogja igazítani azt, hogy ő ebből mit fog használni, mit fog megvásárolni, meg mit nem. Mert felnőtt emberek vagyunk, és az én csatornám az kifejezetten nem a 12 éveseknek szól, mert arra van egy csomó másik csatorna, hanem felnőtt embereknek szól, akik képesek eldönteni azt, hogy ők akarnak-e valamire költeni, vagy sem. Vagy hogyha te mondjuk ezt most pont nézed, és éppen tini vagy, szóval ez nem ellened szól, de nyilván én téged is, vagy titeket, mindannyiótokat tartalak olyan értelmesnek, hogy el tudjátok dönteni, hogy egy adott dolog az most nektek való, vagy nem való, drága, vagy nem drága. Teljesen különböző pénztárcával, teljesen különböző időbeosztással, és teljesen különböző hajlandósággal létezünk az életben, és teljesen különbözőek vagyunk a tekintetben is, hogy mit fogunk használni, magunkra kenni, csinálni, és a többi. Ezt most nem akarom ennél jobban túlmagyarázni, szerintem értitek. És pont ezzel együtt kaptam már olyan üzeneteket is, hogy én valakinek a hitelességét rontom, vagy az őzetét rontom, mert én gagyiszart reklámozok. Szóval ez kicsit olyan, mint hogy tudjátok, van ez a vicc, a nyuszikás vicc, hogy ha sapka van rajtad azért, ha nincs rajta sapka azért. Na most egy kicsit ez hasonló szituáció, szóval ha olcsót reklámozok, azért vagyok szar, ha meg drágát, akkor meg azért vagyok szar, és elve nem reklámozok amúgy semmit, csak beszélek róla és információt osztok meg. Mindegy. A lényeg, hogy megint csak vissza tudnék kanyarodni arra, amit az előbb mondtam, én mindenről beszélni fogok, ami működik, és csak azért, mert valamit drogériában lehet megkapni, az attól még nem lesz szar, és csak azért, mert valami egy kicsit drágább, attól még nem biztos, hogy ez azért drága, mert a te zsebedet akarják lehúzni, vagy kiüríteni, hanem azért, mert lehet, hogy annak a technológiának ez a belejárója, hogy ez ennyibe kerül. Hú, na lehet, ezt egy kicsit túlmagyaráztam, de mindegy, ez amúgy is egy olyan topik szerintem, ami nem nagyon fér bele más videóba, maximum ebbe. Nem tudom, hogy mi egyebet mondhatnék még magamról, amit szoktatok kérdezni. Talán még egy dolog, hogy nem dolgozom kozmetikusként, szóval én nem végzek kezeléseket. Ennek több oka is van. Az egyik az az, hogy most már nem arról szól a kozmetika, hogy kézzel simogatunk embereket. Nyilván ez is egy része, de ahhoz, hogyha valaki jól akarja csinálni a kozmetikusságot, ahhoz nagyon komoly berendezések, nagyon komoly gépek kellenek,
Ami egy nagyon komoly anyagi befektetés, amivel egyébként nem is lenne gond, csak ugye a sminkelés meg ugyanezt kívánja meg, tehát ott is rengeteg dolgot meg kell vegyél, nagyon sok energiát és pénzt kell ebbe belefektessél, és én nem szeretném magamat már ennél is jobban el vagdalni, vagy darabolni, nem akarok még belefogni újabb és újabb dolgokba, mert úgy gondolom, hogy egy idő után már nem tudsz 55 dolgot jól csinálni, és pont a kozmetikai kezelések azok, amikre én úgy gondolom, hogy szintén egy teljes ember kell. Ugyanúgy, mint a sminkelésre is egy teljes ember kell. Viszont attól függetlenül, hogy én nem végzek kezeléseket, a háttértudásom arról, hogy kémiai és biológiai értelemben mik működnek és mik nem, az ettől még megvan. Úgyhogy én inkább otthoni kezelési terveket szoktam készíteni. Erre egyébként van lehetőség online is, hogyha szeretnétek ilyet, akkor írjatok nekem e-mailt. Mert ez viszont szerintem egy olyan dolog, amit nagyon kevés kozmetikus csinál meg, és ad a kezetekbe. Nyilván nekik az az érdekük, hogy hozzájuk járják kezelésekre, és ezzel egyébként nincs is semmi baj, de azért, mert havonta egyszer elmész egy kezelésre, attól a bőrödnek az állapota még nem lesz megoldva, ez egy olyan plusz dolog, amit a bőröd megköszön, és ami jó neki, de ettől függetlenül még neked a mindennapi munkát ebbe ugyanúgy bele kell tenni, és én inkább ezt szeretném csinálni, illetve a kozmetikának a beauty oldalával foglalkozni, tehát a sminkeléssel, a szemöldök formázással, a szempilla, a liftinggel, festéssel, stb. És idővel majd szeretnék belevágni a tetoválásba is. Mármint a sminktetoválásba, nyilván nem a testtetoválásra gondoltam. Úgyhogy ennyit rólam. Ha szeretnétek még talán ennél is egy kicsit személyesebb tartalmat, mert egy kicsit talán ez is elment a szakmázás felé, nem tudom, már annyira rajtam ragadt ez a dolog, akkor írjátok meg kommentben, vagy kérdezzetek, és akkor a kérdésekben csinálok még egy videót. Azt hiszem, ezt így szokták a nagy youtuberek. Úgyhogy, hát ja, ennyit rólam. Jövő héten újra jövök, új videóval, vagy lehet, hogy nem tudom, majd ezt a vágásnál eldöntöm, hogy lehet, hogy ezen a héten, amikor ezt kirakom, akkor két videó lesz, hogy legyen egy szokásos szakmai is, meg legyen ez is, hogy ne csak ezzel a kis személyessel ragadjatok le arra a hétre. Addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra. Sziasztok!